konferenciák mellett nagyon fontosak az életünkben a szakmai műhely találkozók. Amikor erre pénzügyi lehetőségünk van. Az őszi közművelődési konferencia és közgyűlés fókusztémája az együttműködés és partnerség volt. A kétnapos rendezvénynek nem véletlenül volt Szekszárda helyszíne. Elsősorban azért, mert büszke lehet a helyi kulturális központ a működésére és arra a gazdasági és piaci helyzetre, amit bevezettek. Részletezte Zsiko Zoltán, az intézmény igazgatója, aki a konferencia előadásában kifejtette, hogyan tud a kultúra sikeresen, piaci szemlélettel működni. Ahogy mondta, Szekszárdon a vállalkozások és a helyi emberek magukénak érzik a kulturális központ működését. És ez nekünk a gyakorlatban annyit jelent, hogy az a szponzorációs modell, amit kidolgoztunk, az gyakorlatilag lehetővé teszi azt, hogy a fesztiváljainkat, a rendezvényeinket nagyon-nagyon komoly mértékben ezek a helyi vállalkozások támogassák. Az elmúlt 6-8 évben könnyebb fenntartani a kulturális intézményeket, mint előtte. Ezt már Szente Béla, az Országos Szövetség elnöke mondta, aki szerint soha nem látott mértékben támogatja a kormány a kultúrát. A legelső növekedés az Agora program után következett, amikor az ország számos kulturális intézményének épülete megújult. Egy közönségboom keletkezett abból, hogy egy ilyen infrastruktúrális, nagy mérvű infrastruktúrális változás történt. 21. századiak lettek ezek az intézmények, és ezt a közönség meghálálja. Évről évre nő a kulturális intézmények látogatottsága, ezzel pedig a meglátogatható programok száma is. 2018-ban 4144 eseményt szervezett a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Ez 200-zal több, mint 2017-ben. A tendencia pedig idén is növekedést mutat.